Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Remek eredményekkel büszkélkedhet a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és ami, illetve a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület művészeti csoportjai, hiszen sorra hozták el a jobbnál jobb eredményeket a különböző fesztiválokon és megmérettetéseken. Ebből az alkalomból köszöntöm a stúdióban az iskola igazgatóját, Sipos Ferencet. Igazgató úr, hát akkor vegyük sorra, hogy merre jártak a lurkók, és milyen eredményeket tudtak elhozni. Hát nem is tudom, honnan kezdjem időben. Egyrészt komoly kilométergyűjtő akció is volt, hiszen Sátoraljaújhely, Szarvas, Gencsapáti, Ajkazalegerszeg, nagyon sok helyen jártak a táncosok idén tavaszon. Hát kezdem talán a szólista fiatalember Bognár Adriánnak a eredményeivel. Két szálon futott a tavaszi esemény már a versenyzés szempontjából. Ugye itt Sopronban volt a országos szólótánc versenynek a előselejtezője, ha fogalmazhatunk így. Ott ugye díjazott lett sok más versenyzővel együtt, említhetném ugye Fajkusz Domonkost vagy Kovács Leventét, őről majd még esik szó. Innen bejutottak a szarvasi országos döntőbe, illetve Adrián bejutott a Sátoraljaújhelyi tanulmányi verseny, ugye ugyanúgy, mint művészeti, különböző művészeti ágaknak van tanulmányi döntője. Idén a szólistáknak volt Sátoraljaújhelyen, és ott ad a harmadik helyet ért el. Nagy örömünkre és hát büszkeségünkre szép teljesítményt nyújtott. Aztán a szarvasi döntőbe a két másik fiatal emberrel, ugye Kovács Leventével és Fajkusz Benedekkel jutottak be a szarvasi döntőbe, és ott díjazott lett Ada. Ugye ott a lányok és a fiúk egy ilyen külön díjat kaphatnak, és ez a kis bokrétás cím a fiúké, és hát ezt kapta meg Adrián, nagyon szép teljesítményt és meggyőző teljesítményt nyújtott. Ő volt talán az első olyan soproni táncos ezen a szarvasi döntőn, hiszen sokan bejutottak már Löckner Balástól kezdve a Szabó Petra, Kurusz Nagy Ádám, Szabó Walter, Kalmár Kincső, aki úgy érkezett oda, hogy hát vérmes reményeink lehettek arra, hogy díjazott lett, és hát ezt be is kellett váltani, és be is váltotta. A két másik fiú nagyon szépen szerepelt, remélhetőleg majd két év múlva beszámolhatok az ő díjukról is. Adriánról még csak annyit, hogy az ő utóélete, ha lehet ezt így mondani, a felszállott apával után. Mennyire figyelnek rá egyébként ebből kifolyólag esetleg azok a partnerek, illetve azok a versenyző társak, akik látják, hogy hú, ő az a fiú, aki ott szerepelt? Hát, mint sportban is, művészetben is van egy körönbelüliség. Most ő ezzel a pávával, páva teljesítményével és az odavaló felkészülés, amit én fontosabbnak tartok talán az eredménynél, az az út, amit odáig megtesz, hiszen ez az övé, azt senki nem veszi el. A díj az kopik a fényen, felejtődik, de az az út, ami oda vezet, az az övé, azt megszerezte. Tehát ő ezzel a teljesítményével oda bekerült. Egyébként is a soproni műhelyel próbálunk a legbelsőbb körbe bekerülni minőségileg, akár a Sopron táncőttes, akár a pende, és akár a szólisták. Persze, hát ő is figyeli azokat a társait, akivel ott versenyzett, és hát figyelik őt is. Ez persze nehézség is. Például soha nem láttam izgulni még, kivéve Szarvason. Szarvason fél órával a műsor előtt azt gondoltam, hogy komoly baj van, mert hogy szinte magába omolva gondolta végig, hogy mi fog következni. Egy nagyon éles 30 percünk volt a színpadra lépésig, amíg újra fölépítette egyébként ő saját magát. Felelősséggel is jár, hogy az ember, ha már elért valamit, akkor itt most teljesítenem kell. Akkor léphetünk is tovább például a Sopron Tánc Együttesre, akik szintén remekül szerepeltek április végén. Igen, a Sopron Tánc Együttesnek is nagyon gazdag volt a tavasza, hiszen
A Zalai Kamara Táncfesztivál, aztán a Zajka Bakony Fesztivál, illetve Gencsapátiban, a Gencsiseprőn is bemutatkozott az együttes. Hát e közül kiemelkedik a Zalai Kamara Táncfesztivál, amiről azt kell tudni, hogy 2-3 olyan fesztivál van a néptáncosok életében, ami az összes többiből kiemelkedik, egyik a Zala, ami egyébként még azzal a plusszal is el lehet róla mondani, hogy mindig is az innovatív, az előremutató, a színpadi művészetben a kísérletezés, az útkeresésnek a fesztiválja, és hát ezen a fesztiválon egy második helyet ért el az együttesnek a tulajdonképpen egy duója, Varga János Boxos által készített Silatom őtett című koreográfiája, ami egyébként egy cigány holokausztos téma, nagyon megrázó a téma is, és hát maga a mű is. Június 24-én a Barlang Színházban láthatja az, aki még azt a néhány jegyet megveszi, ami a fennmaradó üres helyekre szól. Ez a Nyári Tánc Virágporban című műsor. Ebben a műsorban beszerkesztjük ezt a táncot. Egyébként hát Szalai Dóra a Sopron Balettnek a táncosa az egyik táncos, és Fajkusz Levente a Sopron Táncértesnek a táncosa. Nagyon komoly fizikai és lelki teljesítmény az, amit ők a színpadra tettek. Kanizsa Csillagai zenekar kíséri őket élőben. Aztán az Ajka Bakony Fesztiválon is második helyezést kapott az együttesünk, ott Maráz Istvánnak egy palotkai férfi tánca, Te kereszt majd dur, azért csinál tovább magyarul, illetve Jévánt Ádám és Jévánt Csontos Líviának a Magyaroké című koreográfia, Száz Csávás Küküllőmentének egy táncösszeállítása. Ezzel díjazták az együttes szép teljesítményét. És hát a Gencsapátiban is bemutatkozott az együttes, úgyhogy egyébként az egy jó hétvége volt, mert hogy miközben az ifjúsági szóló fesztivál zajlott Pápán, a közben Bakony Fesztivál volt Ajkán, és miközben a Petőfi gyerekek pedig Bükön voltak, vagy 6 csoport. Úgyhogy a vezetők autóval jártak körbe, hordták a ruhát, meg a zenészeket, meg aki itt ott szerepelt. Szép logisztika volt, és hát köszönet érte a kollégáknak, hogy ezt ilyen szépen megoldották, és hát köszönet a táncosoknak is, akik szépen szerepeltek, hiszen Bükön a Pendélyes például antológiai jelölést kapott az ifjúsági antológiára, ez a második ilyen jelölésünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a korosztály is ide tudott érni, és hát köszönet mindazoknak, akik ebben közreműködtek, Maráz István és a Horváth Szabó Krisztina a csoportvezető, a táncot pedig a Gerlec házaspár készítette. Úgyhogy... Mozgalmas, valóban nézem én is, hogy ez volt az 5. hó 12. hétvége. Hát itt néhány hét alatt zajlott le minden. Tulajdonképpen február elejétől kezdődött a színházi műsorunktól az a fajta program együttes, vagy szakmai programok, amelyek aztán tulajdonképpen majd a jövő heti Soproni Folkfestben záródnak, hát amennyiben záródik, hiszen a nyáron is rengeteg programunk van. És hát nagy örömre szolgál, hogy és szolgálhat mindenkinek, szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek, mindenki, aki nézi ezeket a gyerekeket, hogy az a fajta munka, ami 25-26 évvel ezelőtt elkezdődött a Petőfi iskolában néptáncoktatás szakköri szintjén, az ma egy olyan műhely munkába csúcsosodik ki, ami a óvodás csoportok, a kisiskolás csoportoktól egészen a felnőttekig, illetve a szenior kaszagány csoportot is meg kell említenem, hiszen ők külön díjat kaptak például Gencsen. Egy nagyon komoly színvonalas szakmai munkát feltételez, és azt gondolom, hogy az van. Amit az előbb mondtam, ez a bizonyos körön belülre jutás, ugye a felnőtteknél nagyon nehéz Sopron táncegyüttesnél azt az 50-60 évet, amivel mondjuk egy Zalai táncegyüttes, egy Jászsági népegyüttes, egy Alba Régia.
hogy csak most kiemeljek néhányat közülük, és nem szeretnék másokat megsérteni, nem említettem őket, de közelben a Rában Évtánc Együttes Győrben. Hát igyekszünk ezeket az évtizedeket valahogy bepótolni, és hát munkával oda kerülni, hogy hát ezekkel az együttesekkel együtt, vagy közvetlen mögöttük említsenek bennünket, és hát ezeknek érdekében vannak azok az iskolai, Petőfi iskolai fejlesztések, amelyek és innovatív szakmai gondolkodások, amelyek hát ezt segítik, például a tánc és mozgásművészeti osztály, ami a következő tanévben már a harmadik évnél tart, és hát reményeink szerint egyrészt megvalósítja azt a fejlesztő pedagógiát, amivel az általános iskolai tanulását segíti a gyerekeknek, illetve a boldogulását a világban, másrészt pedig a néptáncműhelynek a szakmai munkája ezáltal emelődik. És akkor zárásként rengeteg helyen lépnek majd még fel a táncosok, akár itt a nyár folyamán, ugye melyek ezeket még mondjuk el, hogy hol láthatjuk azt az eredményt, ami így az év során, az elmúlt években keletkezett? Most vasárnap volt ez a Családi Nap, a Tündér Fesztivál, másnapja ott is testvérek, ikerpárok, apuka, anyuka, a kisgyerekek, nagyon szép volt nézni, akinek egyébként a Fajkusz család adta a muzsikát. Aztán a következő héten, tehát 22-23-24 a Sopron Folk Fest, ahol a Maros Művész Együttes a kiemelt vendége a fesztiválnak, és hát a vele szorosan együttműködő Zalai Tánc Együttes. A Zalai Tánc Együttes utánpótlás ifjúsági csoportja, a Zalai Csüntök. Győrből a Csobolyó Néptánc Együttes, akik Magyarország kiemelkedő ifjúsági és utánpótlás nevelő műhelye. Hasonlóan magas színvonalú Győrből a Regős Néptánc Együttes, és a mi saját csoportjaink, Sopronból a Sopron Tánc Együttes, a Kacagány, a Pendes és a Petőfi Iskola művészeti csoportjai, illetve vasárnapi gálában a Soproni Testvériség Néptánc Együttes, aki azt gondolom, hogy méltó zárását adja majd itt a főtéri várkerületi rendezvényeknek, és hát az esti pedig a Barlang Színházban a nyári táncvirágporban, aminek ugye Sinka István vers adta az apropóját. És hát meg kell említsem, hogy ugye nem csak néptánc lesz természetesen a főtéren, hagyományokhoz híven a kirakadó vásártok, játszósarok, jazzkoncertek, világzene, besodrom, Barrio Latino, egy nagyon jó szalzazenekar. Van egy kis meglepetésünk, hogy szalzatáncházat szeretnénk majd csinálni pénteken este, autentikus soproni résztvevők irányításával, kubai művészekkel. És hát a Sopron Rondó a csütörtöki 17 órai kezdetű a Sopron Táncol című program, aminek a várkerület főtérkörbe táncolása lesz majd a slussz, a vége, amivel majd a következő évet fölvezetjük, és szeretnénk az egész várkerületet körbe táncolni. Reményeink szerint sikeres lesz az idei is, illetve hát a Sopron Folk Fest is nagy örömet fog okozni fellépőnek, táncosnak, zenekarnak, mindenkinek. Sok sikert kívánok természetesen a rendezvényekhez, amiről a Sopron Televízió is beszámol majd. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Mozaik. A Sopron Televízióban tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.